Nek egyedül lenni. Ezt az úr mondta, hogy nem jó. Úgyhogy szeretnénk bejelenteni egy újabb ifjú párt, akinek most már jó lesz a dolga, és így hívlak titeket, Gréta és Dávid, gyertek ki. Adjunk hálát az úrnak értük. Most már nekik is jó lesz a dolguk. Miután nem annyira ismeritek őket, kértem őket, hogy nagyon röviden egy pár szót magukról szóljanak, mielőtt imádkozunk értük. Mivel én vagyok itthon. Jaj, most nem dicsőítés vezetek. Hát, mint tudjátok, 2 éve kerültem ide, azóta láttok. Dáviddal 2 éve szolgálunk a Crossfire című nevű zenekarba, és eddig lepel volt a szemem előtt, de az úr felvette egy hónappal ezelőtt, és hát nem is tudom, mit mondjak. Igazából biztos vagyok abban, hogy Isten nagyon jót tervezett ezzel a kapcsolattal is, és nagyon jó vele együtt csinálni mindent is. Most már Dáviddal együtt. Hát, sziasztok! Tehát én Szőke Dávid vagyok, és egyszerű se kérdezik, Dávidból sok van, tehát Szőke az nekem tökéletes. És 8 évet értem meg kb. 6 éve szolgálok a dicsőítésben, ugye 2 éve Grétával, és nagyon fontos, hogy én vagyok a magasabb. Egy centivel, de én vagyok a magasabb. Igazából Pesten élek, ott tanulok egyetemen, járműmérnöknek tanulok, és majd légirányító leszek, tehát mindegy. És akkor majd az úr dönti, hogy hol mit. Halleluja! Péter, akkor imádkozzunk értük, ha van kedvetek, nyújtsátok ki a kezeteket, álljatok fel, ahogy jól esik. Halleluja! Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked, Grétáért és Dávidért, köszönjük az ő életüket, és köszönjük, Uram, hogy te vezetted egymáshoz őket. És most te előtted és a gyülekezet előtt áldást mondunk az életetekre. Isten áldjon meg és vezessen benneteket, formáljon egymáshoz, csiszoljon benneteket, formálja ki bennetek az ő képét és az ő hasonlatosságát. És járjátok be az utat, az Istennek az útját, amire elhívod benneteket a szolgálatban, a magánéletben, a munkahelyen, mindabban, amiben Isten kiválasztott és eltervezett számotokra nagyszerű dolgokat. Legyetek áldottak, élvezétek Isten kegyelmét, és megáldjuk most a kapcsolatotokat, hogy Isten dicsőségére legyen Jézus nevében. Amen. Amen. És még szerettem volna köszönteni az édesanyákat, itt van Grétának is, és Dávidnak is az anyukája. Eljöttek azért, hogy velünk legyenek, ők is vendégeink. Azt mondom veletek, hogy boldogok az emberek, akik ilyen fiakat, meg leányokat nevelnek az Úrnak. Azok is mind legyetek áldottak. Foglaljunk helyet, és akkor folytatjuk az Isten tiszteletet. Most fog Péter prédikálni fontos dolgokat, úgyhogy ne lankadjatok, figyeljetek. Köszönöm mindenkinek a türelmét. Ezt elviszitek nekem. Dicsőség az Úr Jézusnak. És egy kis fényt is kapcsoljatok nekem, mert a zenész a süket is, vak is, meg minden. Szóval nagyon örülök mindannak, ami ma történt, és igazából, ahogy Noel beszélt erről, akik itt voltatok 9 órás alkalmon, tudjátok, hogy az egész Vígmozis alkalmat ezzel vezettem be ma reggel 9 órakor. 2 parancsolatunk van, szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat. De a Szent Szellem jobban nem is irányíthatta volna ezt a dolgot. És már néhányan láttátok, ifin is hirdettem, az e-mail körbe is megkaptátok, 9 órás alkalommal is hirdettem, van egy ilyen kis meghívónk, Noé Bárkája, zenés istentisztelet, április 28, 10 óra Debrecen Vígmozi, házigazda Szakkel Debrecen, azaz ti. Szóval egy olyan istentiszteletet hirdetünk, és itt van ennek a kis meghívója, vigyetek belőle, 500 darab meghívót rendeltünk, ugyanis azt mondja Jézus, amikor magot vetünk, abból 3 nem biztos, hogy ki kell, de a negyedik ki kell. Úgyhogy mi szeretnénk körülbelül 120 vendéget, ezért 500 darab meghívót gyártottunk. Hogyha mind kiosztjuk megfelelő helyre, reméljük 100-150 ember el is fog jönni. Úgyhogy nagyon bátorítalak benneteket, és erre szerettelek volna egy pár szóban még bátorítani a hátralevő 3 órában, hogy vigyetek ebből a meghívóból, de ne csak úgy vigyetek, mint aki szórólapot oszt, hanem imádságos szívvel vigyetek. Ha 50-et viszel, vigyél 50-et, de akkor
Úgy adod, ahogy mélyen a szemébe nézel, és azt mondod neki, nagyon szeretném, ha eljönnél. És szeretettel várunk. Tehát így vigyetek belőle bőséggel, és néhány ige van a szívemben, amit szeretnék veletek megosztani, hiszen Isten arra hívott el bennünket, hogy hirdessük az ő beszédét. És ahogy ma reggel már mondtam, azt hiszem Isten nagyon sok mindenre tanított bennünket az első parancsolattal kapcsolatban már, hogyan szeressük az Urat. Szeretitek az Urat? Szeretitek az Urat dicsérni? Örültök, hogy gyülibe jártok? Halleluja! Én azt hiszem, hogy nagyon sok minden van, amit Isten megtanított már nekünk a közösségről, az Istennel való kapcsolatról, és azt hiszem, eljött az ideje, hogy Isten tovább vigyen bennünket, és megtanítson arra, hogyan szeressük azokat, akik még lehet nem is ismernek bennünket. Nem ismerik az Urat, lehet, hogy kollégáink, lehet, hogy barátaink, lehet, hogy ismerőseink, lehet, hogy munkatársaink, de hirdessük nekik az evangéliumot. És sok mindent nem biztos, hogy meg tudsz tenni, de egy ilyen kis meghívó átadásával Isten el tud kezdeni valamit, és lehet, hogy az illető eljön. Van egy ige, amiben meglátjuk, hogy Jézus erre hívott el bennünket, hogyha egy fantasztikus kivetítős testvér ül ott, és velem van, dicsőség az Úrnak. Titus 2:13-14, az első ige versünk, amit szeretném, hogyha el tudnánk olvasni, ugyanis Isten arra hívott el bennünket, hogy legyünk az a nép, akik megcselekszik az ő akaratát. Amíg nem 1-2-3-4, addig akkor előkeressük a Bibliánkban. Titus 2. Na. Ti Bibliáitokban benne van? Titus levél? Nagyon jó. Következőt olvasunk. Titus 2:13-14. Várva áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének a megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és hogy önmaga számára megtisztítsa saját népét, hogy jó cselekedetekre igyekezzen. Azt mondja a Biblia, hogy várjuk vissza Jézust. Hányan vagytok ebben a teremben, aki várjátok vissza Jézust? Hányan vannak, akik örülnének, ha ma már visszajönne Jézus? Fiatalabbak nem tették fel a kezüket. Még azt mondják, még egy pár dolgot szeretnénk. Annyira jó, hogy nem mi fogjuk meghatározni, mikor jön vissza Jézus, igaz? Hanem ő, az örökkévaló Isten fogja ezt eldönteni, hogy mikor jön ő vissza. De azt mondja a Biblia, hogy várjuk vissza Jézust, és ez egy olyan reménység, hogy Isten el fogja küldeni az ő fiát még egyszer erre a földre. Miért? Hogy ne maradjunk itt. Képzeljétek el fogunk innen menni. Én néha nagyon várom már, hogy elmenjünk innen. El fogunk innen menni. És amikor azt tettük címnek, és ezt kaptam az Úrtól, hogy erről fogok beszélni Noé bárkájáról, akkor higgyétek el, nem másért gondolom. Azt gondolom, hogy ennek a gyülekezetnek olyannak kell lenni, mint a Noé bárkájának. És még nagyon sok embert el kell vinnünk erről a földről. Értitek? Fog jönni egy árvíz, ami el fogja pusztítani ezt a világot. És lehet, hogy nem árvíznek fogják hívni, nem is cunaminak, hanem lehet, hogy egy antikrisztusi korszaknak, ami elindul, de a Isten népe egyszer csak el fog menni erről a földről, és szeretnénk magunkkal vinni nagyon sok embert. Itt nincs behatárolva, hogy hányat vihetünk, hogy minden állatfajból csak kettőt. Mindenkit magunkkal vihetünk. Amen. Mindenkit. És ez a mi elhívásunk. És Jézus azt mondja ezen a helyen, hogy ő odaadta önmagát értünk, azt mondja azért, hogy megváltson minket. Ez remélem nagyon sok mindenkire igaz, aki ebben a teremben van. Amikor befogadtad a Jézust a szívedbe, akkor megváltott téged. Odaadta önmagát, hogy megtisztítson. És arra hívott el, hogy jó cselekedetekre igyekezzünk, hogy tegyünk valamit Istenért. Olyan sok ember van, aki eljutott oda, hogy át én bízok Jézusba, és itt meg is állt az élete. De Isten nem csak arra hívott el, hogy higgyél Jézusba, hanem arra hívott el, hogy cselekedd az ő akaratát. Tudok erre egy ámet mondani? Erre hívott el bennünket Isten, hogy cselekedjük az ő akaratát. Miért? Mert amit itt a földön élünk, az hatással van ránk a mennyben. Tudjátok ti ezt? Van egy alapotok mindannyiótoknak, és azt mondja a következő igeversben, Korintusi Levél 3. fejezetében az Istennek a beszéde, arra hívott el minket Isten,
hogy építsünk valamit arra az alapra, amit kaptunk. Azt mondja. Mondaná. Hát akkor csak kikeressük. 1 Korintus. Előbb ott volt. Ez is az. Ezt már olvastam. Nem. Ez az. Dicsőség az Úrnak. Van, amit az ember elkezd először. Az a baj, hogy 2 kocka lesz, tehát a következő is az lesz. Tehát mindjárt. Szóval azt mondja, ha valakinek a munkája, amelyet ráép... Nem, az előző igevers, ez a vége. Mert más alapot senki sem... Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus. Ez az alap az életünkben, amen. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága köveket. Hölgyek, szeretitek a drága köveket? Ugye? Nem ismeritek. Van, aki azt mondja, nem ismeri a drága köveket. Azt mondja, aranyat, ezüstöt, drága köveket, vagy fát, szénát és pozdorját épít erre az alapra, mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. Mert az a nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, hogy kinek milyen a munkája, azt a tűz teszi próbára. Következő, ha valakinek a munkája, melyet ráépített, megmarad, jutalmat kap. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall, de ő maga megmenekül úgy, mint egy tűzön keresztül. Ez egy elképesztő igevers. Ugyanis azt mondja, hogy ha befogadtad Jézust, ez az alap, de mindenképpen üdvözülsz. Következő kérdésem. Hogy szeretnétek bemenni a mennybe? Becsúszva, bemenekülve, egy égő házból, hogy mindent itt hagytatok, és túlélve, és beesel, és bezárták az ajtót, épp mint a liftbe szarasz, tudod, és sokat járok a piacra, nagyon szeretek a piacra járni, és ott egy nagy lift van, és rohanni kell, mert bezáródik az ajtó, és akkor várhatod, mire még egyszer az lejön. És így beérsz a mennybe, vagy pedig mit mond az ige? Építhetsz az életedben aranyat, ezüstöt és drágakövet, és mi történik akkor, ha arany, ezüst, drágakő tűz közelébe kerül? Semmi. Megmarad. És veled lesz. És én arra hívlak benneteket, hogy legyünk mi egy olyan gyülekezet, akik gazdagon megyünk a mennybe. Legyünk egy olyan gyülekezet, akik úgy megyünk a mennybe, hogy azt tudjuk mondani, Istenem, az én koronámat tudja díszíteni ennek az embernek a megtérése, annak az embernek a megtérése, annak az embernek a megtérése, és őket viszem magammal a mennyben, mert ezek örökké való dolgok. Amen. Nincs annál nagyobb öröm. Hála Istennek, sokszor volt ebben része, amikor látom, hogy valaki, akit ismerek, és évek óta beszélek neki, egyszer csak megtér Jézushoz. Tudod, hogy ez a legnagyobb öröm? És az is az öröm, hogy ez velem jön a mennybe. Meg kell mondjam őszintén, hogy itt a földön nem tartom magam gazdag embernek, szegénynek is csak azért nem tartom, mert hiszek Jézusba. És aki hisz Jézusba, az már gazdag, így van? Teljesen mindegy, hogy mennyit tudod kifizetni a számláiból. De én készülök arra, hogy a mennybe gazdag szeretnék lenni. Készülök, és tudod, lehet, hogy a földi életünk gazdagságáért nem sokat tehetünk, de azért, hogy mi vár ránk a mennyben, azért igenis. És arra bátorítalak, hogy egy nagyszerű lehetőség most ez, a Vígmozi, hogy emberek újonnan szülessenek. Semmi másért nem vagyunk itt a földön. Nem azért vagyunk itt, vasárnap délelőttöként legyenek jó alkalmaink és élvezzük, hanem azért vagyunk itt, hogy emberek, akik még nem ismerik az Urat, megismerjék. Emberek, akik pokolba mennek, megváltozzon az életük iránya, és a mennybe menjenek. Tudok-e rámet mondani? Ez az elhívásunk, és erre hívott el bennünket Isten. És amikor János 15:8-ban a következőt olvassuk, Jézus azt mondja, abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy legyetek nékem tanítványaim, és sok gyümölcsöt teremjetek. Mivel dicsőítjük meg az atyát? Azzal, hogy szép dalokat énekelünk? Is. Azzal, hogy eljövünk vasárnap délután az Isten tiszteletre? Is. De azt mondja a Biblia, azzal, hogy tanítványok vagyunk, és gyümölcsöt termünk. Tudod, milyen a gyümölcs?
Mi jellemző a gyümölcsre? Hatással van a környezetére. Gondolj csak az első édenkerti történetre, a fára, a gyümölcsére, meg Évára. Nem volt hatással az a gyümölcs Évára? Azt mondja a Bibliában, hogy észrevette, mert lehetett látni ezt a gyümölcsöt, és elkezdett gondolkodni, hogy milyen lehet ennek az íze. Azt mondta, hogy ez biztos nagyon finom. Sőt, azt mondta, hogy ha megeszem valamit, megváltozik majd bennem. Ez egy negatív hatás volt, de ez a gyümölcs hatásos volt. És amikor Jézus azt mondja, hogy abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és lesztek nékem a tanítványaim, akkor lefordítom nektek, abban tudjátok Istent megdicsőíteni, hogy hatással vagytok erre a világra. Hatással vagytok. Hidd el, az, hogy egy barátod eljöjjön, az nem fog menni anélkül, hogy nem hívod meg. És milyen ciki, hogyha eljön, és nem te hívtad meg. Volt már ilyen. Hogy eljött, és hát, te miért nem szóltál erről az alkalomról? Hát, mert nem gondoltam, hogy téged érdekel, de hát pedig ma tértem meg. Úgy se tudod eldönteni, hogy kit érdekel, és kit nem. Ezért arra hív el bennünket Isten, hogy legyünk mi gyümölcstermők. És szeretnék egy utolsó igeverset mondani. Mindenki mondja halleluja. Halleluja. Hangosabban. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Ti azt mondjátok, hogy még 4 hónap, és eljön az aratás. Mondja Jézus. Én mondom nektek. Emeljétek fel szemeteket, és nézzétek meg a mezőket, hogy már fehérek az aratásra. Az arató már most megkapja a jutalmát, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a magvető és az arató. Amikor Jézus ezt mondta, a tanítványok szerették volna elodázni. És tudjátok, minden ilyen alkalom előtt van bennem is egy olyan gondolat, hogy nem jobb lenne szeptemberbe. Most annyi minden dolog történt az elmúlt időszakban. Nem jobb lenne valamikor jövőre mondjuk. Egy év múlva. És tudod, mit mond Jézus? Lehet, hogy ti azt mondjátok, hogy még 4 hónapot kéne várni. És még időknek el kellene telni. De higgyétek el, a tájékok fehérek az aratásra. Lehet azt mondod, hogy te ismersz egy csomó embert, aki tök kemény Istennel, de én azt szeretném mondani neked, én ismerek rengeteget, aki alig várja, hogy meghívjuk ide. Alig várja. És azt mondja Jézus, amikor aratunk, most megkapjuk a jutalmunkat. Szeretek jutalmat kapni? Én nagyon szeretek jutalmat kapni, nagyon ritkán kapok jutalmat, de nagyon szeretek jutalmat kapni. És azt mondja, már most, mert örök életre gyűjtünk be termést. Drága testvéreim, azzal szeretném befejezni, jövő héten itt ne keressetek bennünket, de gyertek a Vígmoziba. Gyertek időbe. Ha van olyan ismerősötök, aki jobban fog eljönni, ha vele jöttök, akkor beszéljetek meg vele egy találkozót. És gyertek együtt. Legyünk ott, és hirdessük az evangéliumot. És legyen a jövő vasárnap az aratásnak a napja. Amen. Gyertek, álljunk fel, dicsőítőket is kérem. Még egy dallal fogjuk dicsérni az Urat, magasztalni. És szeretnélek hívni benneteket, hogy imádkozzunk együtt. Ezért a 28-áért. Drága megváltónk, hálásak vagyunk neked kegyelmedért, jóságodért, szeretedért. Segítségül hívjuk a te nevedet, és az, ami vágyunk, Uram, hogy cselekedjél az életünkbe. Uram, fölemeljük a szemeinket, és azt látjuk, hogy fehérek a tájékok. Uram, hadd jöjjön el az aratásnak a napja, hadd jöjjön el a te dicsőségednek a napja közöttünk. Uram, fölmagasztalunk és fölemelünk téged a názareti Jézus Krisztus nevében. Amen. Gyertek, dicsérjük az Urat! Hátrahagyok mindent, ami megköt, és üdvözlöm a minden megteremtőt. Nálad nincs hatalom.